Kedves nézők, a dunántúli kapkodóst láttuk és hallottuk így a híradó után, és nem is tudom, hogy miért is lett ez kapkodós. Azért, mert a lábaikat kapkodták azok, akik erre a muzsikára táncoltak, vagy valami más, de azt hiszem, hogy erről sokkal többet tud majd nekünk mondani Lipcsei Hajnalka és Hajdú Ágota, aki népzenetanára, Vikár Sándor zeneiskola tanára. Ágota pedig hát gyakorlatilag egy díjhalmozó citerás, hiszen ahomilyen versenyen elindulsz ott mindenhol. Nagyon szép eredményeket érsz el. Erről hamarosan beszélünk, de miért is ez a neve ennek a bizonyos dunántúli kapkodósnak? Hát ezt egy különleges hangszeren kell játszani, egy kapkodós citerán, és itt a C és a G hangokat nem a fogólapon kell lefogni, hanem ki kell kapkodni. És a külön kapkodó húrok vannak, és azon kell kipengetni. Értem, akkor semmi köze az időhöz, meg a rohanáshoz, ez egy különleges hangszer. Igen. Mióta citerázol? 8 éve. És miért éppen citerázni kezdtél? Hát a testvérem járt a Vikár Sándor zeneiskolába, ő gitárt tanult, és amikor az anyukámmal vártuk őt végezzen az óráján, akkor egyszer Ágota néni jött és kérdezte, hát, hogy mit ülünk most itt, és akkor kérdezte, hogy nem lenne kedvem járni hozzá népi énekre, és hát nekem volt kedvem, úgyhogy így elkezdtem oda járni, és mivel én kodályos voltam, ezért harmadiktól lehet hangszert választani, és mivel Ágota néni az ének mellett tanít a citerát is, ezért így azt kezdtem el. Gyakorlatilag nem tudom, Ágota, te kiszagolod a folyosón lévő gyerekek közül, hogy ki az, akinek van affinitása, vagy azért már ismerted Hajnit és a családot? Valami különleges érzék lehet benne, mert van olyan diákom, aki egykor úgy került hozzám, hogy a zebránál vártam, hogy szabad legyen az úton az átkelés, és az anyukája is ott állt, és leszólítottam, hogy neked már 6 évet betöltött a gyereked, és gyere a zeneiskolába. Hát nagyon sokat számít az, hogy egészen pici kortól kezdve foglalkozom gyerekekkel, így a szülőkkel is van kapcsolatom, és nagyon sok családot ismerek már. A zeneiskolának is van több olyan programja, a kakaóbérlet, Vidám Vikár, különböző hangversenyek, ahova családostól várjuk a gyerekeket, szülőket együtt. És látom a gyerekeken azt, hogy ki az, aki inkább a klasszikus, ki az, aki a népi hangszerek iránt érdeklődik. Vannak különböző ismeretterjesztő programok is, amikor, vagy tehetséggondozó programok, ahol lehetőség van a hangszereket is kipróbálni. Tehát túl azon, hogy van egy jó érzékem ezek szerint, hogy kiszagoljam, hogy honnan lehet majd egy jó muzsikust keríteni, azért van egy kicsit szervezettebb formája is ennek. Hát ugye például a Zeneóvi is egy ilyen kiváló terep, ami még nagyon-nagyon népszerű, talán az óvodások rettenetesen nyitottak arra, hogy és a mindennapjaiknak a része az éneklés, a muzsikálás, a játék, aztán valahogy ez a tanulással és a sok-sok ismeret elsajátításával talán kiszorul, hát mondjuk ugye szerencsés az, aki zenei általános iskolába tanul. Mégis talán a népi hangszerek és a népi éneklés sokakban egy olyan asszociációt indít el, hogy akkor ez biztos otthon is ilyen rokolyába van, meg nem tudom, nagymama ott fonja a fonalat a sarokban, és egy kicsit olyan avitnak tűnik ezeknek a hangszereknek a használata. Milyen lelkületű emberek vagy fiatalok választják a népzenét? Ahol a családban is fontos esetleg a tradíció kápolása, vagy ez ettől teljesen független, ez csak egy ilyen általam kitalált sztereotípia, hogy ez így van? Mindkettő létezik. Van, ahol a család is egykor akár néptáncolt, népzenélt, mindenképpen van egy közös kapcsolódás, egy fontos kapcsolódás a népzenéhez, a szülők részéről is, vagy van a padláson heverő nagypapa hagyatékból való hangszer is. De vannak olyanok is, akik esetleg gyerekkorukban szülők szerettek volna hangszeren tanulni, de erre nem volt lehetőség, és megpróbálják a gyerekeknek megadni ezt a lehetőséget. És hát Hajni erről tud nekünk mesélni, mert érintettem ebben ő is. Na, mesélj, Hajni, nálatok ezt, hogy van. Nekem most a szüleim is elkezdtek tanulni citerázni, anyukám és apukám is, mert hát nagyon megtetszett nekik ez a hangszer, és ugye jönnek mindig a fellépéseimre, elkísérnek, és így ezzel a népzenével teljesen most oda vannak érte, és ők is tanulnak, és citeráznak. És olyan jó tempóban, hogy ítéled meg, hogy mennyire tehetségesek? Hát tehetségesek, főleg, hogy gyakorolnak otthon is sokat hétvégente, és segítek nekik, és akkor
Nem vagyok proféta, de el tudom képzelni, hogy lesz majd olyan koncert, ahol anya és apa is színpadra áll, vagy nincsenek ilyen... Hát én mindenképpen szeretném. Te szeretnéd? Igen. Beszéljünk arról, azokról a sikerekről, amiket itt föl is írtunk, de talán most a legfrissebb, és sok néző... vagyis hát vannak olyan területek, ugye, ahol a televízió nézők is láthatták, ez pedig a Repülj Páva. Volt ennek egy elődöntője, ha jól tudom? Igen. A Duna Televízió műsoráról van szó. Hogy emlékszel vissza erre a felvételre, erre az eseményre, erre a versenyre? Hát először egy demoanyagot kellett ugye beküldenünk, és az alapján kiválasztottak a területi válogatóra. Ezt több helyen szokták megrendezni, én a Tatabányára mentem, és itt már az első pillanattól kezdve jelen van ugye a Duna TV-nek a stábja, és hát az előkészületeket is mindet felveszik, és mindenkivel csinálnak egy riportot. Hát utána van a verseny, és ezt követően még velem külön csináltak egy ilyen kis felvételt a parkban is. Ezek szerint szédületes volt maga az előadás. Igen, is. Igen, hát nekem nagyon tetszett, és örültem, hogy ott lehetek a színpadon, és hát remélem máskor is lesz ilyen lehetőségem. De úgy olvastam, hogy nem csak Ágota néni volt extázisban, de a műsorvezető is teljesen el volt ájulva a teljesítményet. Milyen érzés ez így pedagógusként, amikor ilyen sikereket ér el egy tanítványod? Hát nagyon-nagyon jó érzés, és tényleg ez egy olyan verseny, ahol mindenki a saját produkciójára koncentrált, de ahogy láttam, hogy a színfalak mögött a műsorvezetők is felpattantak és szaladtak a függönyhöz, hogy hát ők még citerából nem hallottak ilyet, az utánunk következő versenyzők is ott kukucskáltak, és már érdeklődtek Harniról. Gyönyörűen szólt, nagyon-nagyon szépen szólt, nagyon-nagyon szép stílusos előadása volt. Egy olyan műsorral indultunk itt a területi válogatón, amit már az elmúlt évben többször több versenyen is kipróbáltunk, és valamennyi versenyen a stílusos játékmódjáért kapott elismerést, külön díjat. És ez valóban nagyon-nagyon szépen szólalt meg, és ugye a televízió hangtechnikája, a stáb egy olyan szép hangzásvilágot varázsolt, amiben olyan hangok is hallatszódnak, amik természetes hangzásban nem hallhatók. El tudom készíteni, hogy nem csak anyának, meg apának jön meg a kedve a citerázásra, hanem még a szomszédoknak is hallva ezt az előadást. Emellett is sok-sok verseny van már mögötted. Mi a cél? Mit szeretnél ezzel a hangszerrel? Hát én szeretnék majd népzenetanár lenni, ha felnövök. És hát igen, ez lenne a fő cél, majd talán a Nyíregyházi Egyetemre szeretnék menni, vagy esetleg még gondolkodom a Zeneakadémián is. Hát még meglátom. Most, amit ugye látnak, és itt a Kölcsei Televízió Weekend című műsorában is hallanak a nézők, ugye úgy tűnik, hogy annyira könnyed, olyan semmi izzadságszag nem jön át ezeken a produkciókon. Mennyi gyakorlás van egy-egy ilyen előadásban? Hát nagyjából, hát hetente ugye szoktam járni mindig Ágota nénihez órára, és akkor ott ugye átveszük az adott anyagot, és akkor hazamegyek, ha még nem is aznap, de mindig szoktam gyakorolni általában olyan egy órát, hogyha így leülök, és akkor csak arra szentelem a figyelmemet. Ez nagyon jó, be is tudod osztani. Hogy érzed az, hogy zenét tanulsz, hogy énekelsz, ez egy kicsit fegyelmezettebb személyiséget varázsolt belőled? Hát igen, én úgy érzem. Meg kell tanulni beosztani meg az időtöket. Hát ez biztos. Mit mondanál azoknak a nézőknek, akik azon gondolkodnak, hogy tanuljon a zenét a gyerekük, vagy ne, hogy töltsék-e az idejüket azzal, hogy a gyereküket elviszik, ott megvárják, visszahozzák? Milyen hozadéka lesz ennek a befektetett energiának? Ne is gondolkodjanak, hozzák. Ki kell próbálni, hát nem minden gyermek alkalmas arra, nem minden gyermek tehetséges, nem mindenkivel lehet eljutni olyan szintre, még nem csak a versenyzésről beszélek, hanem arról, hogy akár egy zeneiskolai művészeti vizsgát tegyen 6-8 éven keresztül a tantervnek megfelelően. Nem mindenkinél ez a cél mindenáron, de meg kell adni a lehetőséget, meg kell kínálni a gyereket a muzsika lehetőségével, az énekléssel, a hangszerekkel, a népzene világából nem lehet kihagyni a néptáncot sem, és biztos, hogy a zenén belül is megtalálják azt a formát, amiben egy gyermek szívesen szakköri szinten foglalkozhat, vagy ha a szülők is és a gyerek is elhivatott akár művészeti iskola, zeneiskolai keretek között, egy próbát mindenkinek megér, és felnőttként is. És azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy benne van ebben a történetben az is, hogy lehet ezt rugalmasan kezelni, hiszen nem biztos, hogy
hogy pont azt a hangszert választja, ami igazándiból neki való, tehát lehet, hogy ugye, ha jól tudom, akkor Hajni, neked is volt előtte egyéb jellegű zenei tanulmányod is. Hát igazából az általános iskolába furuljáztunk, és utána kezdtem el énekelni, aztán jött a citera, de utána elkezdtem még egy évig vagy két évig zongoráztam, aztán még népi hegedülök is most is. Nos, hát beszélni arról, hogy milyen a zene, azt is lehet, és remélem, hogy nagyon képletesen tettük mindezt, de akkor most következzék egy újabb produkció, mit fogunk látni, hallani? Szatmári dallamokat. Na, szeretettel várjuk, és gratulálunk szívből. Köszönöm. A Nyíregyházi Magyar-Finn Baráti Egyesület elnöke ifja Pály Zoltán a vendégünk. Jó estét kívánunk! Különleges ünnepre készülnek a finnek szerte a világban, mondhatjuk azt, ugye? Hiszen december 6-án ünneplik függetlenségüknek 100. évfordulóját. Gyakorlatilag ezt a napot nem is lehet elfelejteni, hiszen ugye az egész világon a Mikulást várják. Érdekes ez az egybeesés. Azért valamit tegyünk tisztába, ez nem azt jelenti, hogy a finnek magát az államiságot ünneplik ugye 100 évet, csak a függetlenségüket. Mit jelent ez tulajdonképpen most ez a 100. évforduló? Mennyire lesz nagy horderejű a megemlékezés mondjuk az egész világban? A finnek, mint nemzet és a finn kultúra az összes attribútumával, ez azért lényegesen régebbi ennél. A finnek nagyjából a mi államalapításunk környékén érkeztek a mai Finnország területére, egyrészt keletről, Karélián keresztül, másrészt pedig délről, Észtország területéről. Finnország 1130-ban kezdett el ismerkedni a kereszténységgel, ami akkor még katolicizmus volt, és gyakorlatilag, ahogy a keresztes hadjáratok megindultak Svédország irányából Finnország területére, Finnország együtt a svéd király fennhatóság alá került, és ez így volt egészen 1808-ig. 1809-ben, mivel a keleti tenger régiójában a svédek és az oroszok között mindig volt egy hatalmi harc, végül is az lett ennek az eredménye, hogy 1809-től Finnország
a cári Oroszországnak a politikai befolyása alá került, és ez így volt egészen 1917-ig. Amikor is a finn szenátus, miután kitört a magyarok számára nagy októberi szocialista forradalomként ismert, végül is hát ezt mondhatjuk, hogy bolsevik felkelés, hatalomátvétel, akkor a finnek látva azt a rendkívüli politikai társadalmi bizonytalanságot, ami felállt Oroszországban, úgy döntöttek a szenátus vezetésével, hogy a önálló államiság útjára lépnek. Érdekessége volt ennek, hogy akkor még maga a szenátus is tanácskozott arról, hogy ezt olyan módon tegyék meg, hogy meg, egyezkednek az oroszokkal, vagy pedig egyoldalúan, de végül is egyoldalúan kiáltották ki a függetlenségüket, és ami az egyik legmeglepőbb fordulat volt ebben, az az volt, hogy december 6-án miután a szenátus hivatalosan nyilvánosságra hozta a függetlenségi nyilatkozatot, nem egészen egy hónapon belül maga Oroszország is elismerte Finnország függetlenségét, rövidesen Svédország, Németország is, és még ugyanúgy 1918. januárjában az osztrák-magyar monarchia is, úgyhogy nekünk is szerepünk volt az első között a függetlenségük elismerésében. Finn-magyar baráti társaságok vagy egyesületek ugye az ország több pontján is vannak. Itt Nyíregyházán miért tartották fontosnak annak idején, hogy létrejöjjön ez az egyesület? Nyíregyházán, mivel úgymond Tirpák városban vagyunk, és hogyha pontosan akarod definiálni azt, hogy ki és mi a Tirpák, akkor ezt úgy mondhatnánk, hogy Nyíregyházán, illetve Nyíregyháza környékén élő evangélikus szlovákok. Igazából Finnországban is a legelterjedtebb felekezeti irányzat az evangélikus volt, és ezen keresztül már jóval a testvérségi kapcsolat megindulás előtt voltak azért a finnország és a magyarországi, illetve a Nyíregyházi és egyéb Finnországban élő evangélikusok között kapcsolatok. Később, amikor a szocializmusban megpróbálták korlátozni a nyugattal való kapcsolattartást, számunkra mégis Finnország volt az első, amelyen keresztül egy ablak nyílt számunkra a nyugati és akkor megvetendőnek tartott kapitalista világra. Emeljük ki például azt, hogy 1968-ban Finnország volt az első kapitalista ország, amely irányában Magyarországgal szemben eltörölték a vízumkényszert, és a magyarok először tudtak vízum nélkül utazni nyugati berendezkedésű országba. Később, az 1980-as években felvetődött az Nyíregyházán, hogy jó lenne egy fényteső várost találni, és akkor dr. Révai Valériának, a Nyíregyházi Magyar Fénybarát Egyesület alapító elnökének a vezetésével megalapult akkor még baráti körként a mai egyesület, és hát éppen a minap volt egy ünnepi rendezvény a Vászi Mihály Kulturális Központban, amikor vendégül láthattuk a 100 Szociális Innováció Finnországból című könyv bemutatója kapcsán Krausz Györgyöt, és az ő nyíregyházi származású feleségét, Krausznék Karakó Juditot. És ez azért érdekes, mert Krausz György akkor fiatal diplomataként nagyon sokat tett annak érdekében, hogy Nyíregyházának legyen testvérvárosa, és ő boronálta össze többek között együttműködésben a városi tanáccsal abban az időben, hogy akkor igen, Nyíregyháza és Finország között, illetve Nyíregyháza és Kajáni között testvérvárosi kapcsolat alakult ki, amelynek 35. jubileumi évfordulóját ünnepeljük, tehát több jubileum is találkozik ebben az évben, ami számunkra. Hát gyakorlatilag ott az őskorban én is ott voltam, Kajániba utaztunk a Kantémusz gyermekkarral, egyébként Révai Valika tolmácsként jött, és nem csak Kajániban, hanem több városban is jártunk, még a klasszikus finn szaunázást is kipróbáltuk. Tényleg azért az így a 80-as, 90-es évek közepette, ez nagyon nagy dolog volt, egy kicsit ugye kimozdulni itt a szocializmus közepén. Hát ez a testvérvárosi kapcsolat is él, és maga a Magyar Finn Baráti Egyesület is él és tevékenykedik. A Korzó Bevásárló Központban egy kiállítás nyílt a napokban. Miért ajánljuk ezt a fiataloknak, vagy az idősebb generációnak? Az a kiállítás, amely látható volt a Korzóban, ez a Pro Finlandia néven útjára bocsátott vándor kiállítás. Ennek az anyagát Finnországban állították össze, és fordították le a világ számos nyelvére, így magyarra is, és a finn nagykövetségnek a közreműködésére jutott el hozzánk, illetve nagyon sok más magyarországi városba is ez az anyag. A Korzóban egy hónapon keresztül volt látogatható, de az egyesületünk ebben a centenáriumi évben egy másik komoly rendezvényel is megjelent már, hiszen a Finn Kultúra napján, február 28-án a Móri Zsigmond megyei könyvtárban voltunk ott, amikor is a Debrecenben élő
Matti Armas Corpera finn festőművésznek a 40 képet számláló tárlatát nézhettük meg, és nagyon nagy öröm és a festőművész számára pedig megható meglepetés volt, hogy a könyvtárnak a kiállítóterme zsúfolásig volt, és tényleg már csak állóhelyek maradtak a végén a képek körül. Azt gondolom, hogy ez alapvetően nem az egyesületnek az érdeme, bár nyilván mi is hozzátettük a magunkét, hanem az, hogy van még érdeklődés Magyarországon a finnek és a finn kultúra iránt, és szerintem ebben benne van az, hogy azért nagyon sok magyar dacára annak, hogy az elmúlt években divattá vált a magyar finn nyelvrokonságot megkérdezni, hiszen ez nem olyan kézenfekvő a legtöbb ember számára, de azért nyelvészet, nyelvtudományi szempontból mindenképpen helytálló, és minden vitán felülláll, de mégis a magyarok számára lelkileg is közel állnak a finnek, és ez viszont is igaz. Talán egy utolsó kérdés azzal kapcsolatban, hogy mi az a finnek kultúrájában, vagy mentalitásában, ami példa lehet nekünk magyaroknak, vagy amit jó lenne tőlük ellesni? Nagyon nehéz erre válaszolni, mert rengeteg ilyen momentum van, és igazából az, aki már volt finnekkel együtt találkozott, akár idehaza, akár Finnországban járva, tudja az, hogy Finnország egy szavakkal nehezen kifejezhető módon egyedi, de én azt mondom, hogy ha valami mindenképpen példaértékű, és ami őket sikeressé tette, azaz emberség, amelyet lehetne ma nevezni úgy is, hogy demokrácia, de amely mégis az ő számukra egy teljesen magát értetődő dolog. Nyitott egyébként az egyesület? Tehát bárki tagja lehet, aki érdeklődik és szeretne egy kicsit részese lenni ennek a történetnek? Abszolút nyitott, sőt éppen, hogy fontosan tartjuk azt, hogy tudjanak minél többen bekapcsolódni olyanok, akik még eddig nem vettek részt magyar finn kulturális tevékenységben, és kívánjuk is, hogy legyenek újabb tagjaink. Egyrészt, mert általában nagyon sok kulturális egyesületnél tapasztalható ma az elöregedés, illetve az, hogy mivel egy digitális korszakban élünk, átstruktúrálódik az embereknek az egymással való kapcsolattartása. De azt azért tapasztalatból el tudjuk mondani nagyon sokan, akik valamilyen húsvér emberekből álló szervezetnek vagyunk a vezetői, és ilyen ebben dolgozunk, hogy a személyes face-to-face emberi kapcsolatok sokkal többet adnak, és sokkal hitelesebbek és eredetibbek, mint az, ami az egyébként nem megvetendő digitális médiában zajlik, de az nem annyira személyes semmiképpen. Tehát igen, a Nyíregyházi Magyar Filmbaráti Egyesület mindig is, most is, és a jövőben is szeretettel várja mindazokat, akik nem csak az egyesület munkája, hanem egyáltalán Finnország és a finn kultúra iránt érdeklődnek. Négy mondat jutott eszembe, ötödikes koromból, azt hiszem az Olen Unkarilainen, hüvepejve, hüvejötte, és még valami hasonló. Hüvehuomenta, és hogy van a jó viszontlátásra? Nekem én. Hát akkor nekem én, és mondom ezt a kedves nézőknek is, hiszen az időnk az elfogyott, lejárt sajnos, de a jövő héten is várjuk Önöket. Köszönjük, hogy velünk voltak. Nagyon kellemes hétvégét kívánunk, viszontlátásra.